Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat keretein belül fellépett a Bába Bokra Néptánc Együttes. Ennek az első részét tekinthetik meg a következőkben. Kedves vendégeim,
Könnyű dolgom volt, mert mondták, hogy egy üveges tánc után jöjjek, férfi létemre ezt gyorsan megjegyeztem. Köszöntöm szeretettel és köszöntjük őket. Kisteleki Bába Bokra néptánc együttest, imád a visszatérő vendégen, kérem Szilárdsági és Somogyi üveges táncokat láttak. Kérem szépen, a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskolában 2004 óta működik a Bába Bokra néptánc együttes. A Bába Bokra, hogy a nyírségben és a hajdúságban használatos szó, ami szivárványt jelent. Egy ilyen pár üveggel az ember megiszik, akkor biztos előjött hamarabb is. Kezdetben 10-12 fővel indult a csapat, már a közel 100 főre duzzadt. Kérem, több korosztályban és több csoportban működnek, óvodától az egyetemig. A legaktívabbak a Seprence, a Gyöngy Ajak és a Szegedi Cuhári Táncműhely közös ifjúsági csoport, nem más, mint a Süvölvénye. Kérem, a három csoport között nagy az átjárás, több olyan növendék van, aki óvodás kora óta táncol, és mindhárom csoportnak aktív tagja. Feladatoknak tartják a népünk kultúrájának, hagyományainknak, szokásainknak megismerését, megismertetését, és szűkebb környezetünk a délalföld táncainak, játékainak elsajátítását. A növendékek a táncórákon kívül táncházakban, nyaranta pedig táborokban bővítik a tánctudásokat. Céljuk, hogy jókedvel, lendülettel minél több emberhez eljutassák a magyar néptánc és népzene világát és annak szeretetét. Évek óta aktívan működnek közre Kistelek Balástja és Pusztaszer kulturális életében. Kérem az együttes alapítója és vezetője Szatmári Éva. És akkor a Good Company-tól egy dal, mégpedig a körtánc, arra egy koreográfia, fogadják szeretettel a Kisteleki Bába Bokra néptánc együttest. Kellemes szórakozást a továbbiakban is. Akkor nem az jön.
Kerék Egyesület nyári táboráról kérdeztük Csaha Nikolettet, és a résztvevő gyerekeket pedig élményeikről. Tábor tart a Hétkerék Egyesület, erről kérdezzük Csaha Nikolettet, az Egyesület edzőjét. Köszöntelek, mesélsz kicsit erről a táborról, mióta is rendezitek meg, és miket is csináltok a gyerekekkel. Hát ezt a tábort már azért évek óta megrendezzük. Én azt mondom, hogy minden évben futottunk kettő táborra a minimum. Egy ideje már csak egyel futunk így nyáron, ez mindig az augusztus 20-ai hét, ez évek óta így van betervezve, kicsiknek, nagyoknak vegyesen, tehát itt is most vannak amatőrök is, de itt vannak a profik is. Az amatőröknek egy vagy kettő, de minimum egy edzés van naponta, a profiknak kettő, az mindig megvan. Nyilván váltott csoportokban dolgoznak, mert nem egy a terhelés, illetve akik most itt vannak, ők az országos edzőtáborba is részt szoktak venni, tehát ők a versenyzők, úgyhogy nekik azért szükség is van, hogy terhelés alatt legyenek. Igazából
most így a Covid, az elmúlt két évben a Covid miatt nem nagyon volt lehetőségünk több tábort tartani, valamint az országos táborok kicsit fel is emésztik a kapacitásunkat, és ezért már csak egy tábort tartunk így nyáron, és ez is augusztusban, mert ugye júliusban oda voltunk velük Szegeden, ugye beköltözős edzőtábor volt a nagyokkal, illetve a profikkal, előtte saját edzőtáborokat tartottunk hosszú hétvégékkel a szegediekkel közösen, ezek is hát 2-3 tábor azért futott, ugye közben mennek a versenyek, úgyhogy elég sűrű a nyarunk, illetve lehetőségeink is azért korlátozottak itt Kisteleken, ezért is járunk be ugye Szegedre, de azért amit tudunk, azt megcsinálunk. Nyilván itt a görkoris edzések a kicsik részéről itt a jégpálya területén így a tavaszi, illetve a nyári szezonban valamilyen szinten megoldottak, de a nagyokkal száraz edzésünk van, terembe edzünk, illetve hát így Kistelek utcáin, vagy hát igen, hogy mondjam, tulajdonképpen igen, próbálunk ott a tészkör fele, itt van egy elhagyatottabb útszakasz, ami igazából csak időszakosan terhelt a forgalommal, úgyhogy ott próbálunk meg edzeni, de hát azért odafigyelést igényel, mert nyilván azért közúton edzeni gyerekekkel, még hogyha nagyok is és ügyesek is oda is figyelnek, azért nem mindig igaz az, hogy a sofőrök is odafigyelnek ránk, úgyhogy azt azért óvatosan szoktuk. Illetve amilyen sűrűn csak lehet, akkor nyilván bejárunk Szegedre. Kicsit meséltek arról, ugye ti még kicsik vagytok, fiatalok, mikor is kezdtetek görkorcsolyázni? 3 évesen kezdtem el görkorizni még. 4 évesen. 3,5 évesen. Milyen is ez a tábor? Hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Kicsit nehezek a feladatok, de azért jó. Ezt meg lehet ugrani. Igen. Én is nagyon jó. Miket csináltatok így a héten, hogy tetszik? Kézműveskedtünk. Edzettünk szárazon. És koriban is edzettünk. Miket csináltatok? Mik voltak a kedvenceitek? Szerettem medencézni nagyon. Medencézés akkor az volt a kedvenc? Fröcsköltem a csajokat. Nekem mindegyik feladat nagyon tetszett, főleg az edzések. Aha. Nekem is az edzések tetszettek a legjobban. Akkor úgy érzitek, hogy ez így a versenyre is egy nagyobb felkészülést ad? Igen, sokat fejlődünk a versenyekre, minden gyerek, és akkor sokkal nagyobb célokat tudunk elérni. Ti már nagyobbak vagytok, profiban versenyeztek már egyébként? Igen. Meséltek kicsit arról, hogy hogyan is kezdtétek a görkorcsolyázást? Hát igazából csak úgy, hogy ugye apukám is régebben korcsolyázott, és egyszer megmutatta nekünk a sulinál, és pont akkor edzettek ott a többiek is, és akkor azt mondta nekünk a régi edző, hogy akkor álljunk be és próbáljuk meg, hogy milyen. És aztán elkezdtünk versenyezni is. Én úgy, hogy mikor kicsi voltam, akkor valamit nagyon akartam sportolni, és úgy hallottuk, amatőrkori is van, meg így volt is kedvünk korizni, és úgy kezdtünk. Hogy tetszik a tábor? Miket csináltok ezen a héten? Mi volt így a kedvencetek? Hát a kakötőfűzés, meg a medencézés. Kicsik nélkül persze. Hát mi körmet is festettünk, meg ugyanúgy karkötőfűzést is csináltunk. Akkor egy kicsit jobban összebarátkoztatok, mert ismertétek már ugye egymást, de azért még... Szomszédok vagyunk, szóval... Akkor így még jobb volt így együtt lenni. Meséltek először kicsit arról, hogy hogyan is jött az életetekbe. De görkorcsolja? Nálam 4 évesen kezdődött igazából, mi deszken kezdtük. Aztán ugye bekerültünk a csapatba, a szegedi csapatba. Aztán Kisteleken is edzünk, a másik csapattal együtt. Aztán azóta csinálom. Én 5 éve kezdtem el. A barátaim görkoriztak, és ők ajánlották, akkor még az iskolánál görkoriztunk. Most már az a pálya ugye kicsi, hát, és azóta csinálom. Uh-huh. És ugye, mert ők a profiban versenyeztek, mennyivel? Hát ugye csak másabb, mint egy amatőr, meséltek erről kicsit? Hát nyilván nehezebb, de jobb érzés profiban, mint amatőrben. Ugyanezt tudom mondani, mint Kata is, hogy sokkal jobb profiba menni, mint amatőrbe,
és sokkal jobb érzés. Uh-huh. Ugye ez a tábor, vagy a többi edzőtábor is, mit éreztek, mit ad így a versenyzéshez megtapasztalni? Ugye gondolom, hogy mások is vannak más egyesülettől. Kicsit jobban fel tudunk készülni a versenyekre, meg tudunk gyakorolni rá sok mindenre. Hát a többi edzőtábor ugye jobb, mert ott más csapatokból is edzünk a többiekkel. Jobban egymásra hangolódunk, meg ugye ott tudunk rendes görkői pályán edzeni, nem csak így szárazon. Hogy kezdtetek el ezzel a sporttal foglalkozni? Hát anyukám mondta, hogy vannak korisok az iskola pályáján, és hogy menjek ki megnézni őket, akkor voltam 5 éves, és hát kimentem, és megtetszett, és utána rendszeresen jártam. Nekem az 3-4 évesen kezdődött, mikor anyukám ugye kézgyabdázott, és nem tudott ránk annyira vigyázni, ezért látta, hogy mellettünk egy óra történik, és oda befizetett minket, és ott ragadtunk annál a sportágynál azóta. Ugye ti már profiban versenyeztek, mit éreztek? Így a versenyzésetekhez mit ad egy ilyen tábor, vagy a többi tábor, ami részt vesztek? Megtanít, hogy hogyan dolgozunk csapatban, ha mondjuk van csapattársa mezőnybe, vagy hogy milyen technikákat tudunk előrébb jutni, mondjuk, hogy nem végig vezetjük az egész távot, hanem mondjuk ott közepén vagyunk, és a végén felmegyünk, meg hát ez egy gyorsulásba is segít. Nekem is fejlődést ad, meg hát, hogy mennyire tudunk együtt dolgozni ez a csapatban. Hogyan is jött az életetekbe ez a sport? Hát én 2015-ben kezdtem, akkor a barátaimtól megtudtam, hogy van edzés a gimnázium focipályáján, és kimentem, és megtetszett, és itt ragadtam. Nekem anyukám mondta, hogy így a giminél szoktak így páram korizni, és akkor én is kimentem, és így utána nagyon megtetszett, utána jártam versenyekre is, meg így... Utána jártam rendszeresen. Mikor lehetek profik, úgymond? 2018-ban. Azóta profi szinten görkocsijázunk. Én azt hiszem 2 éve lettem profi, és azóta versenyzek profiba. Többet ad nektek egy profi versenyzés, mint egy amatőr? Határozottan több az ellenfél, nagyobbak a küzdelmek, és több távunk is van, amatőrben 3 táv van, profiban már 4, sokszor több elődöntőt kell menni, és izgalmasabb. Nekem profiban sokkal jobb, mint amatőrben, most idén nagyon sokan voltunk, mi így a kadettek voltunk, és annyian voltunk, hogy de izgalmas volt amúgy. Az MCM jubileumi születésnapján fellépett a Divertimento Honos együttes. Ezt láthatják a következőkben. Az együttes 2018-ban alakult, a tagok tanultak hangszerelem. Később az élet más területre vitte őket, de a zene szeretete és az együtt muzsikálás öröme összetartotta. 2018 óta szórakozhatjuk magunkat, mert ugye a divertimento szó maga azt jelenti, hogy szórakozás, szórakozatás. A repertoárunk a klasszikuson, a tangokon és a műzikeleken keresztül többféle műfajt felölel. Játszottunk esküvőkön, a Balázsai Polgármester Hivatal felavatásán, sőt, templomba zenés misét is játszottunk. Szeretném bemutatni a együttes tagjait. Brácsán játszik Sikosné Buglic Andrea. Cselló közelkülni pedig Lakos Tünde. Egyedül játszik Becsei Sári Anita. Szalai Gabriella és Jómaga Krucka Ágnes. Kérem, fogadják szeretettel a műsorunkat. Elsőként Telemann koncert polonézéből játszott 3 kis rövid tétel, majd ezt követő azonnal a Nyomorúknak című musicalből Jean Valjean-nak a dala Honos négyesre átírva.
Thank you.
A népzenei találkozón fellépett a Balla Péter citerazenekar. Az ő fellépésüket láthatják a következőkben.